Sokan sokféle céllal indulnak neki egy új évnek. Vannak, akik a testüket szeretnék átformálni, izmosítani, de félnek belépni a konditerembe, hiszen azt gondolják, hogy ott mindenki őket nézi, ott már mindenki profi. A szakember szerint az első lépés a legnehezebb, de ez az út vezet a sportos élethez, ez hozza meg a változást. De mégis hogyan induljunk el? Mindenképp személyi edző segítségét kérje. Nagyon-nagyon fontos. Ez egy veszélyes üzem, tehát itt nagyon komoly sérüléseket össze lehet szedni. Ha talált egy jó személyi edzőt, az a lépésről lépésre végig mennek mindene. Először ugye a személyi edző felméri, csinál egy felmérést, hogy mire képes, vannak-e sérülései, van bármilyen jellegű problémája, és akkor célirányosan elkezdik a testet átmozgatni. Frank Hestáblillának egy válogató jelentette az első lépést a fitness modellkedés felé. A tavalyi évben egy abszolút kategóriát kivéve minden szövetség minden versenyét megnyerte, ahol elindult, sőt, legutóbb a profik között sem talált legyőzőre kategóriájában. De Lillánál is mindez egy elhatározással indult. Én sportoltam, RSG-ztem is, utána tájboxoltam, de az csak pár hónapig, utána aeróbik, zumba, meg ezeket is kipróbáltam, és utána 18 éves voltam, amikor először jártam edzőterembe, de igazából senki nem mutatta meg, hogy mit, hogy kellene. És akkor utána magamtól edzegettem, utána felkerestem egy személyedzőt, és akkor egy évvel később pedig ugye a Sanyihoz kerültem. Akár az egészségünk megőrzését, a testünk formába hozását vagy a versenyzést tűztük ki magunk elé, mindez életmódváltással jár. De a legfontosabb az első lépés.